tudtuk azt, hogy egy nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen a szabadságát vágják, és az, hogy pontokat szerezzen. Felkészültünk belőlük, de azt gondolom, elsősorban a saját játékunkból készültünk, és az ott a legfontosabb, hogy végig kontrollálni tudjuk a mérkőzést. Hál' Istennek sikerült a második időben a fölényünket góra váltani, és úgy érzem, hogy ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. Kérdések esetleg a vezetőedzőhöz? Mi kellett leginkább a fél időben változtatni? Elsősorban türelemre kell tinteni a csapatot, hiszen az a legfontosabb, hogy türelmesek legyenek saját magukkal szemben, teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy helyzeteket alakítsunk ki, és ez volt a fő cél, hogy a helyzetek biztos vagyok benne, hogy meg lesznek. Ezt próbáltuk a srácokkal minél többet nyilván megfogalmazni, hiszen ha türelmesek vagyunk, előbb-utóbb a labda birtoklás ugye fölény fog nekünk generálni, és hál' Istennek ez a fölény az valóban is mutatkozott a másik fél időben. Az elmúlt napokban mennyit változtattatok az eddigi taktikán, illetve mennyire volt ez már a ti csapatotok? Nyilván nagyon az előző részen nem kívánok foglalkozni. Szerettük volna a saját filozófiánkat, hogy a Szabolcssal szeretném megvalósítani ennél a csapatnál, hogy igenis egy értékes játékosokból áll ez a társaság, akik többre hivatottak, azt gondoljuk, hogy minél magasabb szinten kell ezt a játékot űzni, és képesek is rá, és azt hiszem, hogy bizonyították is srácok, hogy a mai napon ennek megfelelnek. Hétközi edzési portokban olvashattuk, hogy a passzjáték nagyon fontos a Debrecennél, illetve a csapaton belüli egészséges versenyszeremnek az erősítése. Mik azok, amik ennek a közös filozófiának a fővelemei lehetnek? Mi az, ami már most látszott ebből, és mi az, ami esetleg még a későbbiekben fog? Hát bízunk benne abban, hogy ez a játékos állomány képes arra, hogy labdát birtokoljon, hogy megbecsülje a labdát, és elsősorban a csapatjáték, amit te is említettél, hogy minél többet birtokod a labdát, akkor előbb-utóbb fárasztod ezzel az ellenfelet, ezen a célunk, hogy ezekből teremtsük meg a megfelelő lehetőséget arra, hogy ezt előbb is említettem, minél több gólszerzési lehetőséget alakítsunk ki. Ezen a célunk, hál' Istennek ez a mai mérkőzésen működött, ezen a tervünk, hogy a későbbiek folyamán is ugyanígy működjön. Nyilván nem lesz könnyű, minden más és más, de arra készülünk mérkőzésről mérkőzésre, hogy jó teljesítményt nyújtsunk.